Jó estét kívánok, ez itt a Számok és Tények, ahogy azt megszokhatták, és újból szerencsére kibővült trióvá a vendégek köre, úgyhogy összesen négyen leszünk, így remélem még otthonosabb beszélgetést tudunk majd nyújtani a minket választóknak. Horváth Tamás, a vdta.blog.hu főszerkesztője, egyben a Védett Társadalom Alapítványnak a sajtó munkatársa. Szervusztok, köszönöm a kívást. Kovács András, az Origó újságírója. Szervusztok, jó estét kívánok. És belpolitikai rovatvezetője, hogyha jól tudom, azért ezt nem szoktam hozzátenni, de most hozzáteszem. És Magyari Sándor, a posztok.hu egyik alapítója, állandó vendégén. Sziasztok. No, hát mielőtt az ábrák nézegetésébe és elemzésébe belekezdenénk, azért egy kicsit az ellenzékkel érdemes foglalkozni, hiszen talán valamivel közelebb jutottunk ahhoz, hogy megtippelhessük, vagy legalábbis átbeszélhessük, hogy milyen ellenzéki politizálás várható, ha nem is az elkövetkezendő négy évben, de legalábbis ami mondjuk a ciklus első felét, harmadát, negyedét illeti, meglátjuk. Ugye az egyik oldalon továbbra is ott van ez a talán leginkább Hatházi Ákos nevével fémjelezhető elképzelés, ami hát egy ilyen egészen nyílt ellenállást akar megvalósítani, bár azért ő is felveszi a mandátumát, és ő is beül a parlamentbe, de hát ő is százszor elmondta, hogy ez csak akkor képzelhető el, hogyha ilyen és olyan garanciákat kap arra az ellenzék, hogy sokkal behatóban és értékesebben végezheti a munkáját. Ugye azt hiszem szintén Hatházi volt, aki elmondta azt is, hogy például ameddig ezek nem teljesülnek, addig bizottsági elnöki pozíciókat sem szabad elfogadni, mert azzal is még inkább legitimálják ezt az antidemokratikus rendszert. Aki, mondom még egyszer, egyébként a Momentum frakciójában fog helyet foglalni, és ugye azt is már megbeszélték a momentumosok, hogy a alakuló gyűlésen nem lesznek ott, de a későbbiekben viszont látogatják az országház üléseit. Ugyanakkor ott van szintén a Momentumból Donát Anna, aki, ez talán egy pár nappal ezelőtti mérés lehet, és nem tudom pontosan, hogy ki mérte, de azt hozták ki, hogy a legnépszerűbb ellenzéki politikus momentán, meglátjuk, aki viszont egy egészen érdekes, és kimondhatjuk azt is, hogy figyelemre méltó téziseket fogalmazott meg az ellenzéki politizálás kapcsán, amit ha esetleg komolyan vennének az ellenzékbe, akkor akár még attól is tarthatnánk, hogy komolyabb versenyhelyzet kialakul, mert ezek a tézisek legalábbis leírva két lábbal a földön állnak. Mire is gondolok, aztán tényleg beszélgessünk erről. Például leírja azt, hogy véget kell vetni ennek a szüntelen diktatúrázásnak, orbánozásnak és hasonló jelzőknek, mert egyszerűen nem érdekli az embereket. Aztán annak is véget kell vetni, hogy csak a saját törzsközönségüknek és a saját legszélsőségesebb törzsközönségüknek politizálnak és kommunikálnak, mert egyszerűen elriasztja a csendes többséget az, hogyha itt bilincsbe vert legfőbb ügyészről, verebekként az ajtó előtt várakozó fideszesekről, meg repüléstilalmi napokról beszélnek, tehát ezzel igazából az emberek nagy részét nem lehet megfogni. És ami szintén érdekes, és számomra egyébként talán ez volt a legönkritikusabb mondata, vagy leírt mondata Donát Annának, hogy el kell azon gondolkozni, hogy a nyugati balos identitás politikának talán nem így fogalmazott, de ez volt a lényeg, hogy nem ilyen szolgaszerű, mintaszerű átvétele kell, hogy legyen a továbbiakban az elképzelés, hanem igenis a magyar politikai hagyományokból kell táplálkozni, jelentsen számára ez bármit is, de nem szabad ugyanazt a identitáspolitikai köröket futni, amiket eddig tettek, hiszen eddig sem voltak sikeresek. Na és akkor most hozzátok fordulok, mi lehet az ellenzéknek az útja? Inkább ez a Donát Anna félre, és mások is pedzegették, mondjuk talán Ungár Péter is hasonlókat mondott, de azért akadtak még páran, akik önkritikusak voltak, vagy pedig maradt tényleg ez a pusztán jó emberkedő identitás politizálás, amire mondjuk Hatházi Ákos is felhívta a figyelmet. Sándor? Donát Anna írására pont a te cikked nyománnak adtam a kiváló cikk a Pest. Köszönöm, csak ezért hoztam fel a témát. Beszéljünk akkor a cikkemről, inkább a többet mondjuk. Hát érdekes helyzetbe került a magyar ellenzék. Ugye a botrány politizálás mindenféle módszerén már túl vannak. Ugye emlékszem még a TV székház elfoglalásának a kísérletére, amiben Hatházi Ákos volt az egyik főszereplő. Így van. Volt, hogy a parlamenti akcióik is hát a botrány politizálás részét képezték. Donát Anna 7 pontja volt neki, Donát Anna 7 pontjához kellett volna írni még egyet szerintem. Mégpedig azt, hogy Gyurcsány Ferenctől meg kellene szabadulniuk. Ennélkül nem fog tudni megváltozni a magyar ellenzék. Azt kell tudni, hogy
tehát ahhoz, hogy tehát túl kell látni, az ellenzéknek egy célja volt megszerezni a hatalmat, és mindenáron megbuktatni Orbán Viktort. Semmilyen eszköz nem volt drága nekik ehhez. Donát Anna volt az egyik fő harcosa annak, hogy Magyarországtól pénzeket vonjanak meg, illetve szankciókkal sújtják őket. A nemzet nagy közös tudattalanjában ez nem marad nyom nélkül, és ezt a választók meg is utalmazták egy óriási ellenzéki buktával. Meg kell várni, túl kell ezen lépniük, túl kell ezen látniuk, nem akarok nekik semmilyen tanácsot adni ezzel kapcsolatban, mert nekünk pont jó úgy, ahogy van, de meg kellene haladni önmagukat, és azt kellene nézni, hogy mi az, ami a nemzet érdeke lenne. Nem pedig az, hogy hogyan tudják megszerezni a hatalmat. Tehát igazából konkurálni kéne a kormánnyal, ki tud több EU-s pénzt hazahozni Magyarországra, ki tudná jobban képviselni a magyarok érdekeit, de ameddig ez a gáncsoskodás van, és ameddig ez a botránypolitizálással fűszerezett állandó Orbánozás és kormánymutatási szándék nem fognak tudni választást győzni és hatalomhoz jutni. A hatalomhoz jutás az ő pozitív cselekménye, a következménye kell, hogy legyen, nem önmagáért való törekvésnek kell lennie. Kicsit elszálltam filozófiai elemzést. Ennek pedig a legnagyobb akadálya maga Gyurcsány Ferenc szemét. Ő nem fogja hagyni, hogy itt bármilyen megújulás történjen, mert ahhoz, hogy az ellenzék meg tudjon újulni, a 2022-es bukásban markánsan szerepet játszó arcoknak el kell tűnni a politikából. De ha megnézitek, tényleg a Gyurcsány féle probléma, és maradjon meg csak sokáig az ellenzéknek ez a probléma, de hogy az elmúlt hetekben, hogy a klasszikust idézzem, Gyurcsány ambíciói jobban ágaskodnak kb. Mint a kampány során összesen bármikor. És ugye mindig az, egyiket ezt szeretem megnézni, és erről is szerintem ejtettünk már itt szót, hogy minden bukott választás után elmondják a különféle ellenzéki tótumfaktumok, hogy valóban most már aztán végképp mindent lebíróan látszik, hogy Gyurcsány egy olyan hátrányt, egy olyan lebírhatatlan hátrányt jelent az ellenzéki oldalon, amivel csak egy módon lehet megoldást találni, ha kihagyjuk az egészből. Aztán telik múlik az idő, és mondjuk egy évvel a választások előtt azt mondják, hogy na jó, még utoljára. Utoljára most még le kell szavazni egy olyan listára, mint Gyurcsány Ferenc is rajta van, de megnyerjük a választást, és ha már megnyertük, akkor majd tényleg egymás között rendezhetjük. Reméljük megint ez lesz, igen, aztán András kérlek folytasd. Azért is volna egyébként sürgető elgondolkodni ezen az ellenzéknek, mert ugye most jött ki egy felmérés, hogy az ellenzéki szavazók nagy része szerint is, és még a DK-s szavazók nagy szerint is Gyurcsány Ferencnek nagy százaléka volt a mai veszély. Bár ugye még ciklus elején sokan így gondolkoznak, aztán telik az idő. Én szeretnék egy kicsit kiábrándítani itt a Donát Anna tézisei kapcsán. Ez mind nagyon szép és jó, amiket leír, csak mára gyakorlatilag, mire a műsor lemegy, kiderül, hogy ebből szó nem volt igaz. Gyakorlatilag nem tudom, hogy rászólhattak-e, vagy milyen indítatásból. Rögtön írt egy másik posztot, hogy Magyarországgal szemben csak az Európai Unió, mint egy ellensúlyként kell fellépni az Európai Uniónak Magyarországgal, és a teljesen legitimen szabad választáson megválasztott kétharmadon felüli kormánnyal szemben. Tehát jól látható, hogy egy valamilyen trükkről lehet szó, hogy ezt a pontokat megírta. Én nem tulajdonítok ennek túl nagy jelentőséget. Ráadásul a politikai taktikázásban azért elég jó az egész generáció. Idézzük csak fel, hogy Donát Annának a nagyapja mégiscsak Rákosi Mátyás titkárságát vezette. Tehát, hogy emlékszünk, hogy Rákosi Mátyás milyen módon szerezte meg a hatalmat, hogyan szalámizta le a különféle pártokat, és gyakorlatilag a szovjet hadseregre támaszkodva szüntette meg ugye a demokráciát Magyarországon, úgyhogy én nem látok változást emelgött. Ez valószínűleg valamilyen taktikai fordulat lehetett Donát Anna részéről, de hát elég beszédes, hogy egy nap alatt, két nap alatt gyakorlatilag ezt ő maga annulálta, hogy mégiscsak külföldi hatalmak segítségével kell valahogy a kormányt megváltoztatni, az emberek véleményét megváltoztatni. De hát én azt látom, hogy Hadházi Ákos kapcsán én azért meg lennék lepve, hogyha a Momentum frakcióba fejezné be ezt a parlamenti ciklust. Ő is elárult eddig mindenkit, már ki ez csak közel. Igen, úgyhogy szerintem nagyon gyorsan, láthatóan van is már egy szakadás alapvetően. Tehát, hogy a Hadházi Ákos folyamatosan szeretné, hogy senki ne vegye fel a mandátumát, ne menjen bizottságba, ezzel szemben a Momentumon belül is láthatóan az kezd többségi álláspont lenni, hogy ott kell lenni a parlamentben, bizottsági pozíciókat kell vállalni, tehát hogy jól láthatóan már most kisebbségbe szorult a véleményével a frakción belül, és hogy hát Hadházi Ákos különféle pártokban való tevékenységét ismerve szerintem itt mélyebb konfliktusok is lesznek, emlékezzünk rá, hogy ugye az LMP-ből egy
bírósági ügyel záró verekedés révén kellett távozni. Mondjuk a Momentumban nem fenyeget ilyen veszély, hogy megveri valaki. Hát én azért... Azért sallói féle férfiak nem kevéssé vannak szerintem. Én azért nem zárom ki, hogy ennyire eldurvulnak a dolgok, tehát hogy furcsa dolog ez. Igen, amellett, hogy egyetértek veled, és én sem vagyok naív, tehát szerintem is ez a fajta konszolidáció, ami a Momentumon belül lezajlott, ez főleg a látszatról szól, és arról, hogy stratégiailag előnyösebb helyzetbe kerüljenek, és az ellenzéki szavazókat megszólítsák, és ezt támasztja alá az a kutatás is, hogy Donát Anna a legnépszerűbb ellenzéki képviselő, tehát azért működik. De azért mégis érdekes, hogy ugye a Momentum pontosan az egyik legszélsőségesebb baloldali párt volt, tehát ők voltak azok, akik megpucsolták az olimpiát, ami egyértelműen egy botránypolitizálás aktusának tekinthető, akkor ugye emlékezhetünk, hát ugye főleg te, Andris, amikor a szerkesztőségbe berontottak, igen, Fekete Győr Andrással az élen, tehát azért ez is egy elég szélsőséges megnyilvánulás volt. Igen, jó, hogyha sokszor emlékezünk rá, tehát ilyen azért nem nagyon fordult el. És gondoljátok-e, mi lett volna, hogyha egy jobboldali politikus bemegy egy baloldali szerkesztőségbe és számon kéri őket, igen? Igen, akkor ők voltak azok, akik megpróbálták meglovagolni a BLM nemzetközi hisztériát azzal, hogy kitették a Facebookra, hogy a roma életek is számítanak, de hát sokáig ez a kampány sem élt meg. Úgyhogy ehhez képest egyébként érdekes ez a fajta konszolidáció. Felsőtiper, igen. Tehát tényleg meg ők voltak azok, akik listázták a véleményük szerint fideszes vállalkozókat. És ne felejtsük el, hogy még arról is beszélt Fekete Győr egyszer, hogy el kéne tiltani a szakmájuktól azokat, akik szerinte fideszes újságírók. Igen, úgyhogy ehhez képest azért látható egy lényegi elmozdulás, főleg Donát Anna megnyilvánulásaiban, hogy ő volt az, aki a választások éjszakáján Karácsony Gergellyel együtt fölment a színpadra Márki-Zay Péter után, míg a Gyurcsány Ferenc meg Jakab Péter köpködte az ellenzéki miniszterelnök jelöltet, illetve egy-két nappal a választások után egy Facebook posztot is írt, amiben gyakorlatilag ugyancsak kiállt Márki-Zay Péter mellett, és ugye most előjött ezzel a 7 ponttal, még hogyha meg is cáfolta nem sokkal később bizonyos elemeit, azért mégiscsak látszik egyfajta átrendeződés, de én is egyetértek Andrással, meg egy gondolom, ti is azért nagy részt így gondoljátok, hogy az elsősorban azért stratégiai megfontolásokból fakad, és amint lehetőségük lenne, hogy véghez vigyék azokat a célkitűzéseiket, ugye, hogy például eltiltják a szakmájuktól a jobboldali újságírókat, akkor szemreben is nélkül megtennék. Itt a kutatáson még visszatérnek, azért tegyük hozzá a kutatáshoz, hogy ezt az az iránytű intézet készítette. Mármint amelyik ugye a 3/4 szerint Gyurcsány Ferenc akadálya. Nem, a Donát Anna legnépszerűbb ellenzéki politikus, akinek a vezetője pár nappal a választások előtt, sőt nem is pár nappal, egy-két nappal a választások előtt azt mondta egy ellenzéki orgánumnak a podcast műsorában, nem is podcast műsorában, YouTube műsorában, hogy hát nagyon-nagyon szoros lesz a választás, és elképzelhető, hogy az ellenzék fog győzni. Tehát egy ilyen közvéleménykutató intézetről beszélünk. Hát akkor egy kicsit távolságtartó. Ugye az új ilyen szlogen, az olló zárult, majd kinyílt. Tehát ez bármelyik ilyen közvéleménykutató cég, ami így mérte, kitehetné a cég érére. Ejtsünk még arról szót, hogy megtörtént, vagy talán pár nappal ezelőtt, ugye, amikor adásba kerülünk, akkor már pár napja lesz ez, Orbán Viktornak az első külföldi látogatása immár újra kormányt alakító államfőként nyertes választás után. És főleg, hogy az elmúlt évtizedet nézzük, akkor az volt a megszokott, hogy Lengyelországba, Varsóba utazott a magyar miniszterelnök. András említettet, korábban volt még ilyen első kör Ausztria. Tehát ezek a hagyományos, régi szövetségesi rendszerekbe illeszkedő utazások voltak. És különösképpen tényleg azért Lengyelországot tekinthettük, hát nyilván ez is a következő időszakban lehet, hogy átrendeződik, de legalábbis a legerősebb külpolitikai szövetségesünknek. Most azonban a Vatikánba vezetett Orbán Viktor útja, ahol egyébként magánkihallgatáson is fogadta őt Ferenc pápa. Milyen jelentősége van ennek? Eleve, hogy nem egy, most így nagyon pestiesen fogalmazva, egy átlagos országba látogat el a kormányfő, hanem valóban a katolikus egyházfőhöz. Mi motiválhatta ezt? Van-e bármi mögöttes cél vagy érték megfogalmazás alatt, Tamás? Szerintem egyrészt benne van azért az, hogy a lengyelekkel valamilyen szinten, legalábbis kommunikációs szinten megromlott a viszony az orosz-ukrán háború kitörése óta. Egyébként ez szerintem idővel ez rendeződni fog, szóval
azért még mindig látszódnak azok a közös érdek és értékpontok, amik mentén továbbra is szoros lehet az együttműködés Lengyelországgal. Szerint a fő üzenete ugyanakkor szerintem az, hogy Orbán Viktor úgy gondolja, és egyébként negyedik, kétharmados felhatalmazás után gondolhatja is, hogy európai szinten is lépett egyet, és most már hát azért a Vatikán, még hogyha valamilyen szinten egy jelképes államról is beszélhetünk, azért mégiscsak az a Vatikán, meg az egész katolikus egyháznak a központja, Ferenc pápa katolikus egyház vezetője, úgyhogy ezért ez egy minőségbeli ugrás ilyen szempontból, illetve nyilván szimbolikus is, mert hát a magyar kormány már eddig is a kiemelkedő, hogy mondjam, tehát kiemelkedő pontja volt a kormányprogramnak az, hogy az üldözött keresztények mellett kiálljunk például nemzetközi szinten, illetve Európában is azért erősítsük a keresztény gyökereinket. Meg hát a magyar egyház támogatási rendszer. Meg a magyar egyház, így van pontosan. Úgyhogy ez is lehet ennek az üzenete. És hát ez most kicsit félig humoros, de lehet, hogy egyébként most Ferenc pápa megkeresztelt Orbán Viktor, és katolikus lett. Tényleg nem akarok már rugózni azon, hogy mekkora választási siker volt, csak arra jut eszembe, hogy európai szinten is növelvén az ázsióját Orbán Viktor. Javítsatok ki megint, ha nem jól mondom, de én nem emlékszem, hogy az elmúlt években hasonlóan nagy sikert ért volna el párt a máltai munkáspárton kívül, ami talán valami pár százalékkal még többet is szerzett, mint mi, de talán azért ez az 50% fölötti eredmény azért olyan meggyőző, amire nem nagyon van példa az unió országain belül. Abszolút, de Máltával sokszor példáloztunk, emlékszünk még az oltási kampány idején. Ez egy kis országról van szó. Igen, egy kis országról van szó, ráadásul mégiscsak úgymond egy volt brit gyarmatról beszélünk, akinek a Nagy-Britániával, aki egy elég befolyásos ország még mindig, jó a kapcsolata, tehát emiatt is könnyebb, úgymond az oltási kampány is sokkal könnyebb volt úgymond kivitelezniük. De hát ráadásul Máltán egy kétpártrendszer van, abszolút kétpártrendszer van, nincs is harmadik erő, semmilyen szinten nem létezik. Így, hogyha egy-egy erő úgymond picit jobban szerepel, akkor rögtön magas százalékot él. Igen, tehát hogy így érdemes nézni. A pápa látogatása, Orbán Viktornak a pápalátogatása látogatása szerintem egy óriási pofon az egész baloldalnak. Főleg, hogyha emlékezzünk vissza, hogy az elmúlt években a teljes balos sajtó úgymond fölvette azt a narratívát, hogy Ferenc pápa folyamatosan kioktatja Magyarországot, Orbán Viktort, itt főleg ugye alapvetően a migrációs ügyre gondolva. És azáltal, hogy a tavalyi eukarisztikus világkongresszus Magyarország nagyon jól megszervezte, az egész nemzetközi sajtó elismerően beszélt a magyar szervezésről, és Ferenc pápa is külön kiemelte, hogy nagyon jó szervezés volt, és természetesen akkor is elmondta, hogy szeretné az, hogy Magyarországgal a kapcsolatokat még jobban kibővítsék, és még egy hosszabb látogatásra jöjjön. És például el is hangzott Orbán Viktor és Ferenc pápa látogatásán, mai találkozóján, csütörtöki találkozóján, hogy lesz egy nagyobb pápa látogatás Magyarországon, ez szervezés alatt van, úgyhogy én úgy látom, hogy ezek a én nem egészen értem, hogy mire alapozott szirénhangok, amiket itt a baloldali sajtó úgymond projektált, tehát hogy fújt magának egy buborékot, hogy itt a Magyarország és a pápa között valamilyen mély ellentét lenne. Ez gyakorlatilag megbukott, főleg, hogyha jól láthatóan mind a magyar családpolitika, mind a üldözött keresztények segítése szerintem adott esetben még a vatikáni álláspontot is megváltoztatta sok kérdésben, és ráadásul a migrációs veszélyt szerintem ők is egyre jobban elismerik. Igen, pont az volt Trisztán, hogy az üldözött keresztények megsegítésére felelős államtitkár emeli ki többször is, hogy tudja, hogy azok a közel-keleti egyházi vezetők mennyire közbejártak a pápánál is, elmondva nagyon sokszor, hogy mennyire sokat segített a magyar állam a különféle közel-keleti keresztény közösségeknek. Tényleg csak egy mondat, mégis nem kell elragadni a kereszténység kérdéskörénél, de azért itt is kitűnik a balosoknak, tótumfaktumoknak, sajtónak a kétszínűsége. Ugye, hogyha akár a pápa vagy egy pap a baloldalnak tetsző módon politizál, akkor pajzsukra emelik, és milyen szép dolog, hogy közéleti kérdésekben megnyilvánul, akár Hodász András atyát is említhetnénk. Ha viszont, és akkor mondjuk Besegergő atyát mondom, aki a kormánypártok mellett áll ki, akkor rögtön az, hogy politizálhat egy pap, hogy veszi magának a bátorságot.
Ráadásul ezek a nyilatkozatok, amit mond adott esetben Balosnak vélt egyházi személyektől idéznek, az is gyakorlatilag kontextusból kiragadott. Persze, tehát, hogyha Ferenc pápánál ez még jobban igaz, tehát hogy egy-egy mondatot, mondatrészt kivettek adott esetben valamilyen hosszabb prédikációjából, vagy kiadott nyilatkozatából. Érdemes elolvasni a teljeseket, én azt mondom. Sándor, csak egy gyors megjegyzés, de azt se írta meg egyébként a baloldali sajtó, hogy ugyancsak az eukarisztikus kongresszus kapcsán, amikor találkozott Orbán Viktorral és Ádár Jánossal a pápa, ugye azt mondta konkrétan, hogy a család az anya, apa, gyerekek és pont. Igen, tehát ezzel az, hangsúlyosan mondta. Igen, ezzel az LMBTQ lobby is kapott egy óriási pofont, de erről valahogy nem olvastam a 444-je meg a Telexen. Hát a pápa, mint a keresztény egyház feje. Hát lehet azért, hogy most ő egyházi papi személy, vagy már diplomata, de mintha diplomataként tartjuk őt számon, akkor nyilván ő is hozott anyagból dolgozik. Dél-amerikai származású, nyilván keveset tudott Magyarországról, azt tudta, amit elmondtak neki. Aztán a csíksomlyói és a Magyarország látogatása után tapasztalta, hogy a magyarok mégsem esznek embert, és mégsem olyan gonoszak, mint amilyennek be voltunk állítva. Remélem, hogy ez a mostani látogatás egy újabb nagy lépés a jó viszony felé köztünk. Igen, hát ebbe bízhatunk, hogy valóban. Nyilván így kevésbé lesz a kedvence a 444-nek Ferenc pápa, hogyha kevesebb Magyarországot érintő szavai vannak, de valóban bízunk abban, hogy megállapodás születik egy közeljövőbeli pápa látogatásra Budapest, ami nem egy kongresszusról fog szólni, hanem önmagába Magyarországot, meg a magyar híveket látogatja meg. No, hát kicsit földhöz ragadta a témákkal ugyan, de a reklám után jövünk vissza. És ezzel mindig a számok és tények, és kicsit ugye a figyelmünket elvitte így a pápa látogatása az ábrákról, és valamennyire már át is beszéltük azt az ábrát, amit most elsőként meg fogunk nézni, az első kimutatást, de azért itt is látszik az, hogy ha elolvassák a címeket az olvasók, a nézők, csak azért mondok olvasókat, mert szerettem volna itt is felhívni a figyelmet, hogy látogassák meg minél többen, mint ahogy minden műsorban mondom a számok és adatok oldalát, akiknek köszönhetjük ezeket a kiváló grafikákat. Tehát, hogyha elolvassuk ezeket a címeket, akkor azért láthatjuk, hogy valóban az ellenzéknek az a újra és újra és újra propagált elhatározása és kommunikációja, hogy micsoda szegénység uralkodik Magyarországon az elnyomás mellett nyilvánvalóan, az nem annyira állja meg a helyét, hiszen, hogy csak a legfrissebbet mondjam, nem tudom, hogy végül megdőlte a belföldi turizmus rekord, de minden esetre a húsvéti hétvégén nagyon a közelében voltunk annak, hogy ez megtörténjék. Tehát, hogy az ország finoman szólva nem azt a látszatot kelti az állampolgárjával együtt, mint aki hamarosan csődbe megy. Tamás? Igen, én is így gondolom, illetve egy korábbi műsorban, egy másik, mert rádióban, nem tévében, de elmondtam, de most is azért elmondom, hogy szerintem az egyik oka az ellenzék ilyen mértékű vereségének az pontosan az, hogy amit ők mondtak a magyar társadalom helyzetéről, a magyar gazdaság helyzetéről, az nem volt összhangban az embereknek a hétköznapi tapasztalataival. Tehát amikor ők diktatúráztak folyamatosan, azt az átlagember nem érezte, mert szólásszabadság van Magyarországon, esetleg a Facebook tiltja le, de ő meg pont, hogy a jobboldali vélemények miatt, de semmiképp sem a kormány szól bele, hogy milyen véleményt fogalmazhat meg, akár a közösségi médiában, akár a hétköznapokban. Amikor a gazdaságot folyamatosan ekézték, akkor egyrészt nem ismerték a számokat, hogy a GDP milyen mértékben növekedett az elmúlt időben, illetve valóban az, hogy a turizmus is folyamatosan fellendült, és az emberek többet tudnak erre is költeni. Úgyhogy én ezt látom az egyik legfőbb okának, hogy az ellenzék ilyen szinten leszerepelt. Most egy zárójeles megjegyzésre láttam, a Szalag címek között volt, megragadta a szememet, hogy a Magyar Kupában, hogy Győrben teltház volt, hogy a Fradival játszottak elődöntőt, Pakson meg tele volt a vendégszektor. Most mi is lett a vége a meccsnek? Igen, azt hagyjuk, mert egyébként én ott voltam ráadásul a vendégszektoron, mert Újpest szurkoló vagyok, ugye sajnos a Paks 3-0-ra nyert, de hogy annyival egészíteném ki ezt a cikk címet, hogy egyébként a hazai szektorokban is több száz újpesti vásárolt jegyet, mert
a vendégszektor megtelt, szóval még több újpest szurkoló volt jelen. A lényegi kérdés kiragadtuk szerintem az ábra. Sok újpesti volt a hazai szektorban is Paksa. Jó, de tele volt az is, tehát mégis vizsgáljuk így. András? Ki kell ábrándítsam az ellenzéki várakozásokat? Megint az ellenzéki várakozásokat ki kell ábrándítsam. Itt a címek ugye önmagukért beszélnek, de most már egyre több elemző mondja azt, hogy a idei első negyedéves gazdasági növekedésünk még a 2021 utolsó negyedévénél is jobb lehet. Egyelőre a számok azt mutatják, hogy nem kizárt. Nem kizárt, hogy itt akár egy 7-8%-os bővülés továbbra is fenn lehet tartani. Az persze kérdéses, hogy a háború hatása később mi lesz, de most már egyre inkább afelé mutatnak az elemzők, hogy az 5%-os, 4,5-5%-os növekedés idén is tartható lesz. Köszönhetően a rengeteg beruházásnak és a belső fogyasztásnak. Meglátjuk, hogy a háború meddig fog tartani. Magyarország érdeke is, meg szerintem az egész világ érdeke is az, hogy minél hamarabb véget érjen. De fel kell arra is készülni, hogy ez nem így lesz. De láthatóan azért még bőven vannak tartalékok a magyar gazdaságban, és azért alapvetően a magyar gazdaság nem az orosz piactól függ. Tehát, hogy emiatt is én csodálkozva olvasom és nézem itt a különféle jóslatokat, hogy itt micsoda összeomlás várható. Szerintem ez megint egy ilyen buborékfújás, aminek az égvilágon semmi értelme nincsen. Vágyvezérelt gondolkozás. Igen, és persze, utána majd el lehet mondani azt, hogyha mondjuk idén első negyedében mondjuk 8% körül növekedés lesz, és a következő negyedében csak 4 vagy 5, akkor el lehet mondani, hogy micsoda hanyatlás van, de ez már megint teljesen szembe menni a valósággal, mert mindjárt tudjuk, hogy a 8% tűnik jóval magasabbnak, mint amit mondjuk várunk általában. Tehát, hogy nem látok arra utaló jeleket, hogy mondjuk az ellenzéki véleményformálók egy reálisabb képet fessenek mondjuk ezekről a reál gazdasági tényekről. Így van, pontosan. Tehát egy teljesen párhuzamos valóságban élnek. Nagyon gyorsan újra kell gombolniuk a kabátot az ellenzék reprezentánsainak, a sajtótól kezdve az infrazen keresztül a politikusokig, mert mindig arra vágytak, hogy az volt az egyik fő vezérelők, hogy bárcsak lenne valami külső erő, vagy külső hatás, ami segítenék abban, hogy megnyerjék a választást. Hát most szerencsés csillagárásuk lehetett volna, hiszen minden lehetőségük megvolt rá. Egy óriási pandémián, egy egészségügyi és egy gazdasági világválságon vagyunk túl, egy háború, egy szomszédos háború közepén vagyunk, külföldről pénzparipát, fegyvert, mindent megkaptak, a sajtó mellettük állt, tehát gyakorlatilag minden esélyt, és plusz a datadat által szerzett információk, ugye, tehát minden lehetőség meg volt arra, hogy győzzenek, és mégsem. És nem, hogy nem győztek, tehát nem, hogy lemaradtak egy picit róla. Tehát fundamentális dolgokon kell nekik változtatniuk. Hát Donát Anna, hát ha termékeny talajra hullnak ezek a gondolatok, nem fognak, de hát. De téged is kiábrándít mindjárt, András, de... Előtte nézzük meg a második ábránkat is, ami megint ennek a kudarcnak egy bizonyos okait igyekszik megvizsgálni, mármint az, hogy ugye... Ez is egyébként egy érdekes kettősség az ellenzékben, ugye, hogy a közmédia kapcsán mindig elmondták az ellenzékiek, hogy senki sem nézi, és azt a rengeteg milliárdot csak fölemészti a közmédia, miközben valójában, tehát időnként talán egy néni egy tanyán oda kapcsolda, akkor is, ha csak elaludt és a macskája rálépett a távirányítóra. De ugyanezzel a lendülettel viszont azt is elmondják, hogy azért nem sikerült nyerniük, mert a közmédiából ömlött szerintük a propaganda. Tehát most vagy nem nézi senki, vagy sikeres, mert sokan nézik, hiszen csak akkor lehet hatást elérni. Mindenesetre, hogy azt is tudjuk, hiszen ezt a közmédiának egy sajtónyilatkozatában benne volt, hogy valóban több mint egy órányi lehetőséget hagytak ki az ellenzéki szereplők, amikor megnyilvánulhattak volna és elmondhatták volna a gondolataikat. És azért még 2022-ben is, amikor valljuk be, tényleg sokat sikerült fejlődni a jobb oldalnak a média területén. Rengeteget kellett behozni, és nagyon sokat már sikerült. De hogy arra tudnak hivatkozni, hogy ők a médiában nem tudnak megszólalni, az enyhén szólva hazugságnak tűnik. Hát gondolj csak bele, hogy magasan a legnézettebb kereskedelmi televízió, az RTL Klub, és annak a híradója, az non-stop nyomatta a baloldalnak kedvező híreket. Az utolsó pár hónapra már valósággal átálltak egy propagandisztikusra, imádják ezt a kifejezést, használjuk mi is ezt féle módszerre. Ha megnézzük a nyomtatott sajtóban, talán ott sikerült azért a legjobban behozni a jobb oldalnak a lemaradását, de ott is azért vannak még hídfőállásaik. No, de hogyha az internetes tartalmakat nézzük, mondjuk a top 10 legolvasottabb híroldalt, hát ott gyakorlatilag kétharmadnál nagyobb arányjal vezetnek a balos médiumok. Tehát, hogy
hogy hivatkozhatnak erre? Hát minden adott nekik arra, hogy eljuttassák a gondolataikat az emberekhez. Miért nem jelennek meg a közmény? Tehát alapvetően, én is olvastam ezt a köztévének a nyilatkozatát, például 2022 14. hetében 41 megkereséssel éltek az ellenzéki szereplők felé, ebből 5-ször fogadták el a meghívást. Az MSZP, a DK és a Jobbik egyáltalán nem is válaszoltak a megkereséseikre, a közmédia megkereséseire. Mesterházi is csak magánvéleményt lett volna hajlandó megfogalmazni, nyilván le van tiltva bármiféle ilyen nyilatkozatról. Miért nem fogadják el ezt? Hát azért, mert nincs rá szükségük. Hát az előbb beszéltünk erről, te is az előbb, ahogy mondtad, hát óriási hadsereg áll rendelkezésükre a média terén. Az RTL Klubtól kezdve a közösségi média felületein rengeteg, egyébként 78 perc, 20 másodperc műsoridőt, reklámidőt pocsékoltak, amit nem használtak el, viszont az RTL Klubon majdnem 230 darab reklám ment le az ellenzéki pártok. Tehát azt használták, a közmédiát nem. És miért nem? Azért nem, mert el lehet adni ezt a narratívát, hogy diktatúra van, és nem engedik be őket a közszolgálati. Egyik a narratíva, másik pedig fontos a közmédiánál megjegyezni, hogy én folyamatosan ugye figyelem a Orbán Viktor miniszterelnöknek a péntek reggeli interjút, és előtte van egy hírblokk. És így figyeltem ezt a hírblokkot az elmúlt években, és hát igazából rengetegszer azt látom, hogy valószínűleg behívnák a ellenzéki politikusokat, nem mennek, és ezért kerül a közmédia egy olyan helyzetbe, hogy például Újhelyi Istvánnak, meg az LMP-nek a teljesen bornírt közleményeit olvassák fel, hogy elérjék azt, azt az arányt, hogy a kétharmad, egyharmad, ami volt az előző parlamenti ciklusban. Ugye most nincs is kétharmad, egyharmadnyi ellenzéki arány, hanem jóval mások az arányok. Úgyhogy én úgymond én nem tapasztalom ezt, hogy a közmédia elfogult lenne az ellenzék, a kormánypártok irányába. Teljesen én, hát magánvéleményem szerint, én például Újhelyi Istvánnak ezeket a teljesen föltől elrugaszkodott közleményeit, én például nem olvastam be a hírblokkba, csak azért, hogy úgymond megfeleljek valamilyen szabálynak. Tehát, hogy úgy érzem, hogy szerintem teljesen méltányos volt a közmédia az ellenzékkel kapcsolatban. Azt mondom, hogy nem fogadják el a meghívásokat, érthető gyakorlatilag, és hogy nincs mondani valójuk. Szerintem ez jól kiderül, hogy például ellenzéki politikus sajtótájékoztatót nem tart. Gyakorlatilag mindenki odaáll egy kamera elé, felmondja a szöveget, és ennyi. Ezt nevezik úgymond sajtótájékoztatónak. Egyedül a kampányban Márki-Zay Péter volt, aki tartott ilyen úgymond sajtótájékoztatókat, de szerintem ezt már ezerszer megbánta a teljes ellenzéki oldal, hogy ezt hagyták, hogy ezt csinálja. Hadd legyek egy kicsit provokatív, ami a közmédiát illeti. Anélkül, hogy bárkit is nevesítenénk, de az elmúlt hetekben azért lehetett olvasni, vagy hallani olyan kormánypárti újságíró, vagy akár kormánypárti politikustól is, aki azt mondta, hogy vagy pedzegette, hogy de azért szerinte elfogult a közmédia, és hogy ezen változtatni illenék. És akkor rögtön te is válaszolsz erre elsőként, hogy eleve a kérdés felvetésre mi volt a véleményed, és egyet értesz-e velük, vagy sem? Hát alapvetően szerintem ez egy legitim vita, tehát hogy miért ne lehetne beszélni arról, hogy a közmédia a működése, felfogása, hírszerkesztési gyakorlata az megfelelő a mi szájízünknek, vagy nem, vagy az elvárásoknak. Ugyanakkor én is úgy gondolom, hogy nem sokat számított a közmédiának a szerepe abban, hogy így alakult a választás. Pontosan azért, mert az RTL Klubot sokkal többen nézik, pontosan azért, mert most már az interneten dőlnek el inkább a választások, és ugye a közösségi médiát a Megafonnak is köszönhetően a jobb oldal leuralta, úgymond, de azért az online hírportáloknál, amivel Kristóf is kitért, óriási volt, hogy mindig a baloldali fölény. Szóval ilyen szempontból nem látom azt, hogy a közmédiának a szerepe ilyen szempontból értékeltő lenne. Visszatérve erre a konkrét vitára, én nem mondom, hogy mindenben elégedett vagyok a közmédiával, de azért én akkor nevesítem Bencsik Gábornak a Facebook posztjával, nagyon nem értettem egyet, főleg nem egy olyan Bencsik Gábor Facebook posztjával, aki mondjuk akkor nem állt ki a közmédia dolgozói mellett, amikor ugye az ellenzéki politikusok betörtek a székházba, és hogy gyakorlatilag fizikailag fenyegették az ott dolgozókat, és pont Siklósi Beatrix, a rádiónak a vezetője írta erről egy kommentet, talán pont Bencsik posztja alá, hogy ott voltak olyan fiatalabb kollégák, akik még nem éltek át ilyet, vagy ehhez hasonlót sem, és ott konkrétan halálfélelmük volt.
Tehát azért ez... Ne arról, hogy félbe szakítanak, én emlékszem, hogy akkor még a közmédiában dolgoztam, és világosan emlékszem arra, hogy tényleg jó páran, akik ott munkatársaim voltak, azok nem, hogy ilyen szituációt nem éltek át, hiszen hála Istennek nem is kellett volna átélni, ez nem egy normális helyzet, de szó szerint fenyegetve érezték magukat, és valóban elég agresszívan lépett föl egy-két ellenzéki politikus. Tehát már ilyen, sokszor szoktuk ezt a jelzőt használni, már el is koptattuk, de ilyen Lenin fiúk módjára igyekeztek legalábbis verbálisan az ott dolgozó szerkesztő kollégákkal vagy bárki mással szemben, orruk alá dugott telefonnal és hasonlókkal. Tehát egészen méltatlan és undorító volt, bocsánat. Ez csak annyi, hogy ennek a mozgalomnak volt az egyik vezetője, Hatházi Ákos, akiről azért emlékezzünk meg, hogy Hatházi Ákos például, hogyha szembesítik azzal a kérdéssel, hogy a vagyonnyilatkozatában miért hazudik, akkor csak hebegni, habogni tud. Pont itt a Pesti TV-ben történt meg, hogy szembesítették vele, és össze-vissza beszélt erről a dologról. Tehát elég furcsa, hogy valaki a korrupció ellen küzd, és egy valóban egy apró dolognak tűnő dologban, itt a vagyonnyilatkozatánál, hogy folytatta orvosi praxis, vagy nem, itt egy ilyen kapcsán kerül hazugságba, tehát hogy érdemes így is nézni azt, hogy kik fogalmaznak meg a közmédiával szemben bírálatot, akik mondjuk egy vagyonnyilatkozatot nem tudnak kitölteni helyesen. Sándor, ehhez még? Hát igen, valóban érvényes vita lehet az, hogy jó van-e felosztva a műsoridő a közmédiában, kapnak-e elkerülő lehetőséget, talán az a poszt egy ilyen szubjektív megítélés alapján született, a tények meg, amit felolvastam. Tehát, hogy 78 perc, 20 másodperc műsoridővel nem éltek az ellenzéki. Hát igen, és szintén most nem itt mese délután tartod, én is tudnék arról beszélni, mikor még ott dolgoztunk, hogy a kollégák hány és hány, akár ellenzéki politikust, akár ellenzéki megmondó embert, tótum faktumot próbáltak behívni, akik nem nemet mondtak, majd pár nappal később is akár azt hazudták, hogy ők nem mehetnek be, miközben nemet mondtak nekünk többszöri megkeresésre, vagy akár utolsó pillanatban mondták le. De nem olyan könnyű meginterjúvolni őket, legalábbis jó fizikai kondícióban kell lenni, emlékszünk Gurmai Zitára, annyira nem akar jelni szalad. Figyelnek az egészségünkre is. No, hogy a műsor vége felé egy kicsit gazdasági térre is hajózzunk, evezzünk át, ha megnézzük a harmadik ábránkat, akkor az ugye az uniós helyreállítási alap kérdéseivel is foglalkozik, de még inkább ennek kapcsán azt emeli ki, hogy ha már itt államcsőddel is szeret riogatni az ellenzék, akkor ugye miközben az uniós átlaga a adósság szintnek, az államadósságnak folyamatosan növekszik, és láthatjuk, hogy 2020 és 2021 között 2%-kal nőtt, tehát az uniós átlag 2%-kal nőtt, addig ugyanezen időtartam alatt a magyar majdnem 3%-kal csökkent, mindazok dacára, amelyek történtek. Mit vetít ez elénk, mit csinálunk jobban, mint mondjuk az uniós átlag gazdasági szempontból, és akkor arról is még szót ejthetünk, nagyjából 6 percünk van erre, hogy mi lesz ezzel az uniós helyreállítási alappal, meg eleve mi lesz a vége annak, hogy az unió most tényleg úgy tetszik, hogy egyen nagyobb sebességbe kapcsolt, ugye a jogállamisági eljárás is elindult, hivatalosan bejelentette von der Leyen. András? Így röviden csak az, hogy amit az ábrán láttunk, az uniós adósságszintnek a növekedése annak köszönhető, hogy a különféle piacokról felvett pénzeket nagyjából a különféle jóléti intézkedések finanszírozására fordították. Ez a klasszikus, a helikopter pénz, az, hogy akik nem dolgoztak a koronavírus válság alatt, azoknak egyszerűen odaadták a fizetését 90-100%-ban, miközben úgymond nem váltak el semmit cserébe. Ezzel szemben ugye Magyarországon volt fizetéstámogatás, volt bérkiegészítés, itt főleg a vendéglátó szektorra érdemes gondolni, de emellett beruházásokra fordítottuk a pénzeket. Emiatt egy jóval nagyobb növekedést értünk el, tehát ugye csökkent emiatt az államadósságnak a mértéke a teljes gazdasági teljesítményhez képest, míg nyugaton beruházások helyett ugye a meglévő jóléti színvonalat próbálják fenntartani, igen, hogy ne süllyedjenek egy politikai káoszba. Azért nézzük meg, hogy Franciaországban, amikor kicsit úgymond Macron szigorított, rögtön óriási tüntetések, összecsapások voltak, és most a koronaválság alatt például ez volt Franciaországban is, hogy minél több embernek próbálták a kieső jövedelmét ilyen módon pótolni, miközben a gazdaság versenyképesség tételével egyáltalán nem foglalkoztak. Ennek az eredménye, amiket itt láttunk számokat. Tamás? Igen, az már 2010 óta látszik, hogy azért a magyar kormány gazdaságpolitikája azért sok mindenben eltér azoktól a nyugati neoliberális standardektől, amit ugye szentírásként kezelnek, és mindig azzal, hogy szidják a magyar gazdaságpolitikát, Matolcsit is folyamatosan támadják, de azért azt látjuk, hogy a számok és a tények, meg a történelem azért rendre a magyar kormányt igazolja.
Igazából az, hogy például az eurót engedték egy bizonyos szint fölé menni, ugye mikor 250 körülről ugye fölment 300, most 70 körül van az euró, ennek is például van egy olyan gazdaságpolitikai megfontoltsága, hogy egyrészt ugye, hogyha a hazai valuta valamivel gyengébb, ugye az támogatja az exportot, és ugye a magyar kormánynak ez egy stratégiai célja régóta, hogy exportáljunk sokat, és támogassuk azokat a közép- vagy nagy vállalkozókat, akik tudnak exportálni, illetve nyilván, hogyha az EU-s forrásokat lehívjuk, akkor az forintban többet ér. Tehát az pedig igazából az átlagember szempontjából persze számít, hogyha kimegy Horvátországba egy hétvégére, akkor kicsit kevesebbet ér a pénz, amikor megvesz egy korsó sört, de azért ezt szerintem úgy mindenki túléli, hogy... Igen, tehát ez is ilyen balos szómágia tipikusan, nem, hogy úristen, de magas az euró, oké, és ez az átlagember, mi beérinti a mindennapokban, de tényleg? Sándor? Ez az uniós helyreállítási alap, ugye ez hitel. Ezt nem csak úgy adják, és majd úgy megköszönjük szépen, és elhasználják, hanem ezt vissza is kell majd fizetni. Ez az a pénz, amit mi nem akartunk, amit mi nem kértünk, mert nekünk megvoltak a forrásaink arra, hogy finanszírozzuk magunkat, a fejlesztéseinket például, a beruházásokat, a beruházás ösztönzéseket. Ugye ez az Európai Uniós költségvetési időszakban ez 7 milliárd euró összegre rúg, ez évi 360 milliárd forint. És ez az a pénz, amit az Európai Unió visszatart, mert a LMBTQ propagandát ugye nem engedjük be az intézményeinkbe. Balanszban van a kettő, nem? Tehát ez hasonló problematika. Így van, hát most nem olyan nagy baj, ez így történt. Jó, hát még nyúlfartnyi időnk maradt, úgyhogy tényleg csak egy picit tudunk még a negyedik ábrán kapcsán beszélni arról, hogy szintén megszokott ellenzéki toposz, amiben az infláció kérdését veszik elő. Na most nem árt, hogyha tudjuk, hogy azért nem egy sziget vagyunk a világon, ahol magas az infláció sajnálatos módon a gazdasági helyzetnek köszönhetően, hanem a német infláció is 30 éves csúcson van, tehát 7,3%-os, és ugye az energiaárak is 39,5%-kal növekedtek. És hát azért tudnánk mondani olyan kirívó példákat is, akár mint Törökország, ami 50%-ot is elérte az infláció egy nem is olyan régi bizonyos helyzetben. Tehát, hogy, és akkor tényleg 2 percünk van annak függvényében beszéljetek, hogy az infláció azért sajnos nem tudunk nagyon mit tenni. De a magyar kormány tudott az infláció ellen tenni, ugye volt az a 4 intézkedés, amit végrehajtottak, hogy ez 4,4%-kal csökkentette az inflációs rátát Magyarországon, ezeket tudunk tenni igazából. Más most kérdés... te is kiábránítottál. Így is tudok. Ez egy ilyen nem olyan rossz, hogy kiábránítottalak. De tény az, hogy Európa nyugati felén nem tettek ilyeneket. Itt az eredménye. Plusz ugye a soha senki által meg nem választott korrupt brüsszeli elit hát árulása. A nemzetállamok ellen. Az infláció kapcsán fontos megjegyezni, hogy egész Európában nagyon sok helyen sokkal magasabb, ráadásul olyan országban magasabb az infláció, mint nálunk, ahol euróval fizetnek, Észtországban, Lettországban, Litvániában bőven 10% fölött van, Szlovákiában is magasabb az infláció, mint nálunk, ott is euró van, úgyhogy nagyon nagy kihívás szerintem a kormány előtt, hogy ezt az egész inflációt úgymond mederbe tartsuk, de azért, hogyha már megtette a választások előtt is a lépéseket a különféle élelmiszer export stoppok révén, úgyhogy én azt látom, hogy reméljük, hogy a jegybank prognózisa fog valóra válni, és már mondjuk augusztus-szeptembertől egy csökkenő pályára áll az infláció. Tamás, egy mondat. Igen, igazából csatlakozom az előttem szólókhoz. Ez egy nemzetközi jelenség, Magyarország sem tud teljes mértékben kibújni alóla, és az EU-n belül is 4 olyan országban, ahol még Magyarországénál is magasabb az infláció. Hát ezúttal is köszönöm nektek a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet, jövő héten is jön majd a számok és tények, viszontlátásra!